Biztonság hete, szeptember 23-a és 28-a között budapesti és vidéki helyszíneken. A Tatabányai Rendőrkapitányság a Biztonság hete rendezvény sorozathoz csatlakozott ma. 27-ére hirdette meg az Országos Rendőrfőkapitány Országos Baleset Megelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége ezt a Biztonság hete programsorozatot. A rendőrség rendőrautóval, rendőrmotorral, különböző közlekedésbiztonsági tesztek töltésével, játékos feladatokkal készültünk és különböző ajándékokat adunk nekik. Azt szeretnénk tanítani a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak biztonságosan közlekedni, gyalogosan, kerékpárral, valamint az idősebb korosztálynak biztonságosan gépjárművel. Itt Tatabányán a Vértes Centerben a Biztonság hete program keretében minden olyan szolgáltatóval, céggel találkozhatunk, akik a biztonsághoz közük van. A biztosítók képviseletében ugye a Mabisz jelent meg a helyszínen egy biztonsítási kerék, ilyen szerencsekerék játékkal, amivel megpróbáljuk a gyerekek és fiatalok figyelmét felhívni arra, hogy a biztosítás hol tud segíteni az embereknek az életben. Idén is örömmel vesz részt a Katasztrófavédelem a Biztonság hete rendezvény sorozat keretében. Komárom-Esztergom megyében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonult ki egyszerrel ide Tatabányára a Vértes Center bevásárlóközpontba. Kicsiknek és nagyoknak felhívja a figyelmét a biztonság fontosságára, hogyan előzhetjük meg az erdőtüzeket, hogyan figyelhetünk egymásra, hogy semmi baj ne történjen, mit kell tenni műszaki balesetek esetén, hogyan kell írni a segélyhívószámot. Standunknál tűzvédelmi tesztek kitöltésével, tűzoltó védőfelszerelések bemutatásával, felpróbálásával találkozhatnak, ezekért apró kis ajándéktárgyakat kaphatnak kicsik és nagyok egyaránt. Szeretettel várjuk a gyerekeket és a nagyobbakat. Biztonság hete, szeptember 23-a és 28-a között. Várunk benneteket!